Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Pár hónapja volt egy videóm, amikor olcsó és drága sminket teszteltem, vetettem össze, és azt a videómat nagyon szerettétek, úgyhogy ez ihletett meg egy kicsit, hogy gondoljam tovább, és emellett pedig az a rengeteg eltöltött óra az AliExpressen, Wishen és a hasonló oldalakon, ahol állandóan azt látom, hogy a márkás dolgoknak biztosan vannak koppincsai, biztosan vannak utánzatai, és természetesen ez nincsen más, hogy a sminkeknél se, úgyhogy fogtam magam ma délelőtt, és elmentem egy olyan üzletbe, aminek direkt nem mondom a nevét, nem szeretném ezzel egyébként rossz fénybe feltüntetni, mert attól függetlenül, hogy vétettek egy nagyon súlyos rossz döntést, és hamisított termékeket rendeltek, azon kívül egyébként nagyon jó cuccaik vannak. De hát a lényeg az, hogy megtették ezt, és rengeteg hamisított sminktermék van náluk, Huda Beauty-tól kezdve Kylie Cosmetics-en egyébként a legtöbb abból van. Olyan dolgok is, amik egyébként nem léteznek. Na mindegy, és a lényeg az, hogy bevásároltam ilyen termékekből, mindjárt mutatom nektek, hogy mik vannak nálam, és ezeket fogjuk összevetni az eredeti párjukkal, és meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség köztük, van-e különbség köztük, nyilván erre már most tudjuk a választ. És itt szeretném kiemelni, hogy ne próbáljátok ki otthon, ez nem egy olyan dolog egyébként, amivel játszani kellene, nem az olcsó sminkekkel van baj, félreértés ne essék, a hamisított dolgokat kell kerülni. Ahogy ott voltam ma az üzletbe, találtam pár olyan dolgot, amit nagyon szívesen kipróbálok. Többek között itt van ez a két Aden-es szájceruza. Hups! Azt tudjátok ugye, hogy nekem van két darab Aden-es rúzsom, három, az egyik nincsen itt, és ezekhez próbáltam meg nagyjából passzoló színű szájceruzát venni, mert nagyon szeretem ezt a márkát, és megláttam, hogy van szájceruzája, máshol még egyébként nem láttam, úgyhogy vettem belőle kettőt, kipróbálom, hogy milyen, van-e olyan jó, mint a rúzsa. Ezen kívül vettem még három műszempillát, amiből azt se tudom még igazából, hogy melyiket próbáljam ki. Ránézésre nagyon puhának tűnnek a pillák maguk, és az alap is, amin rajta vannak, még ki se bontottam őket, de nagyon jónak tűnnek, és 5-600 forintokért vettem, úgyhogy ha tényleg jók, akkor az nagyon jó áron is van. És akkor még mielőtt belekezdenék ebbe a videóba, azt szeretném elmondani nektek, hogy a következő alkalom, amikor szalomba fogok dolgozni, mint kozmetikus, augusztus 19, 20 és 22. 19-re és 20-ra még van egy-egy szabad időpontom, viszont 20-án még 3-4 helyem szabad, úgyhogy ha szeretnétek jönni szemöldököt csináltatni, vagy arckezelést, vagy gyantát, vagy bármit, amit szeretnétek, akkor írjatok nekem az e-mail címre, és tudunk egyeztetni időpontot. És akkor már közelebb is hoztalak titeket, és kezdjünk is hozzá ehhez a fantasztikusnak ígérkező sminkhez. Az arcomat látjátok, már le van alapozva, és nagyon odafigyeltem, hogy egy stabil, fix bázist csináljak az egész arcomnak, hogy minél kevesebb helyen érintkezzen a hamis termékekkel. Nem szeretném, hogy azt higgyétek, hogy eltúlzom a dolgot. Tényleg nagyon kell vele vigyázni, mert fogalmatok nincs, hogy mi van benne. Szerintem egyébként senkinek nincsen. És csak, hogy ezt bebizonyítsam egy kicsit, bár nem hiszem, hogy be kell bizonyítani, mutatnám a fő terméket, ami ebbe a videóba elviszi az egész bulit. Kylie Cosmetics Take Me On Vacation paletta, és nyilván ennyiből nem feltétlen mondanátok meg, hogy melyik az igazi és melyik a hamis, csak hát itt van rajta az árulkodó árcetli. 2500 forint volt ez a paletta, és nem ezt szerettem volna megvenni egyébként, mert itt valahol, itt, hibás, de a másik paletta úgy nyílt ki, hogy ahogy ezt felnyitottam, ezen az oldalt volt a paletta része, és alul a tükör. És akkor mutatnám is először itt összehasonlításképpen, ez az igazi, ez a hamis. A színek ebbe kisebbek, vagy kisebbnek tűnnek. Az ecsettartó ecsetnek a helye, látjátok, itt végigmegy, itt nem, természetesen ebből már ki volt lopva az ecset, úgyhogy ecsetet nem kaptam hozzá. A paletta hátulján vannak azért eltérések, viszont az eleje az alapszíntől eltekintve félelmetesen
hasonlít. Ezen kívül mutatom, hogy mik vannak még nálam, amiket most fogunk használni. Az első lépésünk ez is lesz egy szemöldök készítmény, ami ha bár névileg nem koppintja a benefitet, ez az ábra egy az egyben szerintem ugyanaz, vagy legalábbis nagyon hasonlít, mint ami ezen vagy ezeken a szemöldök termékeken van. Ezután van itt nekünk egy highlighter porunk. Ilyen préselt púder formájában, highlighter formában nem találtam, úgyhogy ezt a porállagút vettem meg. Van még itt nekünk egy eredeti szemhétus, és mellé a hamisítvány. És természetesen, ami, hogyha a Kylie Cosmetics-ről van szó, nem maradhat el, az nem más, mint a rúzs és a szájceruzák. Nem szeretnék belemenni egyébként nagyon abba, hogy hogy lehet kiszűrni, hogy hamisítvány vagy nem hamisítvány, hogyha esetleg érdekel titeket egy ilyen videó, akkor azt a komment részlegbe írjátok meg nekem. De most a lényeg az az lesz, hogy teszteljük le, hogy hogy is működnek, úgyhogy kezdjük el a sminket. Ezt az oldalamat egy kicsit jobban szeretem, mint ezt, úgyhogy erre az oldalra fognak kerülni a hamis termékek, és a kicsit hátrányosabb oldalamra pedig az eredeti termékek. Először meg fogom csinálni a Benefit Precisely My Brow Pencil-lel az igazi oldalos szemöldökömet, utána pedig próbáljuk a hamisítványt. Első szemöldök kész van, és mondtam már nektek, de nem vagyok egy nagy szemöldök ceruza fan, igazából semmilyen félét nem annyira szeretek, nyilván azért, mert nem tudok vele olyan jól dolgozni. Mondhatjuk úgy is, hogy béna vagyok vele, de ez azért elfogadható, és akkor jöhet a hamisítvány, aminek az alap elképzelése egyébként ugyanaz, az egyik oldalt van egy kis keféje, és a másik oldalt ennek egy ilyen laposabb, ferdevégű ceruza van. Ennek a márkának is, a Benefitnek is van egy ilyenje, viszont nekem az nincs meg, úgyhogy én ezzel helyettesítettem. És amit már most látok, hogy ha bár ezen nem volt színkód egyiken se, ez 1000%, hogy nem fog passzolni a színe, de hát próbáljuk ki. Azt hiszem, hogy ennél jobbat nem tudok belőle kihozni. A színe az csak egy dolog, nagyon-nagyon meleg barna, szinte már vöröses beütése van, egyáltalán nem szeretem az ilyet az arcomon. Ezen kívül egy nagyon furcsa ilyen száraz és kemény réteg van a ceruzán magán. Amikor próbáltam vele csinálni a szemöldököm, először semmit nem fogott, utána meg megint nem fogott semmit, ilyen nagyon viaszos volt. Megmutatom nektek azért a kezemen is, hogy foltos, és így esnek le róla a darabok, és egyébként ez látszik a szemöldökömen is. Szóval nem tudom, mennyire látjátok, de színbeli különbség is hatalmas, meg minden. És akkor most, hogy a szemöldökkel megvagyunk, kezdjünk hozzá a szemhez. Biztos, ami biztos, egy primer réteget azért még teszek a szememre. Viszonylag sokat használom ezt a palettát, úgyhogy egy olyan sminket fogok csinálni, amit nagyjából mindig csinálok ebből. És szerintem azzal is kezdeném, hogy gyorsan pár swatchot kihúzok a kezemre, hogy lássátok ti is. Az teljesen egyértelmű, hogy nem hasonlítanak a színek. Jó, van amelyik hasonlít, de hogy nem egyeznek, az 1000%. Megnézzük ezt a kéket mondjuk, ami érdekes lehet. A felső lesz
a hamisítvány, és az alatta lévő pedig az eredeti. Vajon onnan mennyire látjátok? Színbeli különbség és pigmentbeli különbség is nyilván van. És akkor nézzünk még meg mondjuk egy barnát. Talán egyébként ez a barna hasonlít a legjobban a kamu és az eredeti. Hogy mutassam, hogy ti is lássátok? Ez a kamu. És ez az eredeti. Na jó, meglátjuk mindjárt, hogy a szememen hogy fog kinézni. Megpróbálok úgy sminkelni, hogy véletlen se menjen a szemembe. Itt vannak nálam teljesen tiszta, frissen mosott ecsetek, és még csak össze se fogom keverni őket. Csak hogy stílszerű legyek, az eredeti ecsetét fogom használni ennek a palettához, nyilván az eredetihez. Méghozzá úgy fogom kezdeni, hogy ebből a színből veszek fel, ami egy nagyon jó kis bázis szín. És akkor az egész szemhéjamra tettem belőle, ugyanezt a színt fogom felvenni a hamis palettából is. Sokkal rózsaszínebb, és egyébként sokkal nehezebben lehet eldolgozni, de meglepően pigmentált. A következő színem ez a barna lesz, amit a mélyítő vonalamba fogok felhelyezni. Ugyanez fog történni a másik oldalon is. Következő színünk ez lesz, amivel még jobban egy kicsit kimélyítem a mélyítővonalamat. Még jobban besötétítem a mélyítővonalamat. És itt már egyébként váltottam egy kicsit kisebb ecsetre, még mindig ugyanaz, csak a másik oldala. Jöhet a másik palettából is. És amit egyébként szerettem volna még nektek elmondani, hogy semmi nem maradt rajta. Vagy? Nem. Oké, ezt próbáljuk újra. Jó, most már jobb egy kicsit. Amikor voltam ma megvenni a dolgokat, volt ott három körülbelül velem egykorú lány, és vásároltak sminket. És elkaptam egy olyan beszélgetést, egy mondatot. A lényeg az volt, hogy venni akart egy rúst a lány, és mondta, hogy van neki ilyen, már használta, és a barátnője megkérdezte, hogy az eredetit-e, és mondta, hogy dehogy is magamnak se venném meg az eredetit. És ezzel egyébként nincsen semmi baj. Tehát, hogyha valakinek nincs rá pénze, vagy nem szeretne erre költeni, akkor nincsen vele baj, nem kell megvenni, viszont akkor a hamisítottat se akard megvenni azért, hogy te meg tudsz mutatni, hogy nekem igenis Kylie Jenner-es rúzsom van, vagy igenis Huda Beauty palettám van, mert attól, hogy az van ráírva, még nem leszel több, hogy neked olyanod van, inkább akkor vegyél egy drogériába egy olcsóbb márkát, ami minőségi, tesztelve van, biztosan nincsen semmi kemikália benne, és nem lesz tőle bajod, mint hogy megveszed a Kylie-sat és elmondod a barátnőidnek, hogy neked olyan van, de lehet, hogy lerohad a fél arcod. Jó, most ez nagyon drámai volt, de értitek, hogy mit akarok mondani. Meglepő egyébként, de nagyon pigmentált, kicsit nehezen lehet eldolgozni, de nagyon pigmentált, és kicsit túlzás is, nem tudom jobban eldolgozni, eldolgoznám, de ez egy ilyen kis hétköznapi, nekem hétköznapi smink szeretne lenni, amit szoktam csinálni, viszont ez nem nagyon akar együttműködni. Következő színünk az ez a bordó lesz itt. Bordó, vagy hát sötétbarna, nem is tudom, hogy minek mondjam. És ezt ide a kis V alakba, a szemem külső sarkába fogom tenni, egy nagyon picit felhozva a mélyítő vonal alá.
imádom ezt a palettát. És akkor jöhet a hamis palettából a lila, mert ez egy lila szín ebben a palettában. És ugyanúgy a V-be fogom tenni. Az a baj egyébként, hogy ilyenkor, amikor tudom, hogy olyan termékkel dolgozom, ami nem biztos, hogy le van tesztelve, és tök jó dolgok vannak benne, beképzelem magamnak a dolgokat, és egy kicsit, mintha már érezném, hogy piszkálja a szemhéjamat, és olyan fura érzés, ami olyan, ami nem szokott lenni. De reméljük, hogy ez csak itt a fejembe van. És akkor menjünk is tovább innentől. Ez a szín fog következni, amit többségében az újbegyemmel szoktam felvinni. A mozgó szemhéjamnak a közepére, és egy nagyon kicsit befele elmozdulva. Majd egy kicsi satírozó ecsettel a széleit eldolgozom, és hogyha kell, akkor egy kicsit még utána pótlok. És ahogy már ugye azt tudjátok, a rejtett szemhéjam miatt ezt ide egy kicsit felszoktam hozni, és akkor, ha nyitva van a szemem, akkor is lehet látni, hogy mi történik a szemhéjamon. Nem kell hozzá becsuknom a szememet. Kifele szépen eldolgozom, hogy ne legyenek éles vonalak. És akkor ez volt a következő lépés, amit ebből a palettából is megismétlek, és alulról a harmadik. Ez a bronz szín itt. Megtörlöm az ujjam, hogy ne vigyek át semmit a másik palettából. Nagyon kemény egyébként a szín, most egy kicsit megnyomtam. És akkor ugyanoda. Húha! Hát eddig amúgy tök jól mentek a színek egymáshoz, és egy egész szép eredményünk volt, amit most azt hiszem, hogy teljesen elrontok. Itt van még egy ilyen kis ecset, és ugyanazt, amit a másik oldalon csináltam itt is. Megismétlem. Kicsit eldolgozom az éleket, már amennyire tudom. És akkor a szememen az utolsó lépés, az az, hogy ezt a nagyon szép, barackos, kicsit pezsgős színt is felviszem a szemhéjamra, méghozzá koncentrálva a belső sarokra. Megismétlem a másik palettával is. Ez a két szín egyébként ebből a palettából, ugye a hamisból, iszonyatosan porol, és hát hullani nem hullik, de nagyon sok felesleg jön le. Ugye ezeknek már ilyen kis csillogósabb, simeri színeknek kellene lenniük, és egy nagyon-nagyon-nagyon picikét csillognak, de amúgy nem rossz a színe. Egészen tetszik. Gyorsan megcsinálom az alsó szempilla vonalamat, ami úgy fog kinézni, hogy ebből a barnából fogok végig tenni. És a legsötétebből pedig ide a sarokba. Szinte csak a szempilla tövembe. Bence kijött mikrózni, úgyhogy a másik szememet megcsináltam kamerán kívül. És akkor a következő lépésünk az a szemhéjtus lesz. Ezt nyilván tudjátok, egy zseli állagú szemhéjtus, azt ecsettel fogom felvinni. Ez pedig egy ilyen tus, viszont iszonyatosan vastag a feje. Így néz ki.
És a poén az egészben, hogy az összeset ki kellett nyitnom ahhoz, hogy találjak egy olyat, ami nincsen teljesen beszáradva, és nincsenek ilyen cafatok a külsején, vagy belsején, értitek? Na de nézzük! Megcsinálom először a jó oldalamat. Ahogy mondtam, csak egy nagyon kis hétköznapi mini tús. Ezt a túst egyébként nagyon szeretem, egy hibája van, hogy viszonylag gyorsan szárad, mármint hogy az üvegbe vagy a tégelybe gyorsan kiszárad. Szoktam hozzáadni egy csepp olajat, és tökéletesen lehet használni, és nagyon-nagyon szép fekete, és nagyon szeretem. Viszont most próbáljuk ki a hamisat. Nagyon nem örülök neki, hogy ezt a szemem közelébe kell ennyire vinni, és egyébként ami még rossz, vagy hát én nem szeretem, hogy teljesen fix a kis ecset, tehát ez egy műanyag van a végén, nem is filcnek tűnik. Nagyon összekentem a szempilláimat, és egyébként sem vagyok egy tus zseni, de hát ezzel meg aztán pláne nem. Jöhet egy gyors szempilla spirál, és utána felrakom a műpillákat. Most ezt a pupás Vamp All-in-One szempilla spirált fogom használni mind a két szememre. És úgy döntöttem, hogy ezt fogom kipróbálni. X43-as, talán ez lehet a kódja. Egész puha. Amit nem szeretek ilyenkor, hogy a ragasztó, amivel bele van ragasztva a kis dobozba, az rajta marad. Azt mindig leszoktam szedni, mert csak csúnya és zavar a saját ragasztásomba. Uff, és nagyon hosszú. Jó sokat le kell vágni belőle, de attól függetlenül eddig tetszik. Egyenesen imádom ezeket a pillákat. Nagyon könnyű volt feltenni, jól néz ki, nem szúr sehol. Imádom. És akkor eljutottunk oda, hogy jöhet a highlighter, amit a hamis az egy ilyen loose powder formátumban található. Hasonló az eredeti, de azért közel sem ilyen. Először ezt fogom feltenni, de előtte még egy kis pirosítót teszek az arcomra. Oké, és akkor jöhet a highlighter. Jajaj. Az a baj, hogy ez sehogy se lesz szép. Basszus. Hát most én tettem annyit, hogy úristen. Amúgy kamerán nagyon látszik. Mondjuk lehet azért, mert egy baromi éles csík. Jézus, hogy nézek ki? Színileg is szörnyű, meg úgy egyébként is szörnyű. Az eredeti highlighterből egy ilyen rózsaszínt fogok feltenni, hogy megpróbáljam egy kicsit színbe valami hasonlót alkotni.
az mondjuk erős volt, hogy színbe hasonlót alkotni. Annak a pornak, aminek ez a koppincsa, egyébként ilyesmi színe van, úgyhogy tetejére lehet, hogy ebből teszek még egy kicsit. És akkor már csak egy valami maradt hátra, természetesen nem más, mint a rúzs. És itt már most érzem, hogy nagyon el fogom rontani az egészet, már ha ennél jobban még el lehet rontani. Ugyanis ezt a rúzst vettem meg, aminek Posy K az árnyalata, ami igazából így néz ki. És én azért kihoztam egy színben hozzá hasonlító rúzst. De mivel ez egy mennyire jó hamisítvány a hamisítvány videó, azt hiszem, így a színkódot fogom figyelembe venni, és azt a szájceruzát is fogom használni. És egyébként a szájceruzának egészen jó a Posy K színe, úgyhogy először kezdek a szájceruzával. Meglepően puha egyébként, és tök krémes volt. Nem állna, hogy nincs itt a kibaszott hegyezőm, nem hiszem el. Az eredetinek természetesen nem találtam a saját színét, úgyhogy egy Coco K-vel helyettesítettem, és akkor jöhet a rúzs. Amúgy nincsen olyan rossz illata, de hoppá, ez a szájfény. Egyáltalán nem hasonlít az eredetihez. És akkor ez lenne a végleges hamisítvány kontra eredeti sminkem. Egészen addig, amíg a szememnél voltunk, nem volt különösebben nagyobb probléma, de onnantól viszont minden nagyon ragad. Egyáltalán nem szárad meg. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha szeretnétek, akkor csinálunk még ilyet, keresek más olyan termékeket, amiknek találok hamisítványát, és megnézhetjük azokat is. Vagy ha szeretnétek még ilyen kínai smink kiadásos videót, vagy valami hasonlót, akkor azt is írjátok meg nekem a komment részlegbe. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek engem Instagramon is, kapcsoljátok be a kis csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk, sziasztok!